a gyermekkor részlet. Zöld katonai kocsi áll meg a nagy kapu előtt. Mentőautó. Nem, nem akar bejönni. A nagykovácsi utat keresi? Nem, nem azt. Két katona ül elől. Nincs -e rendfokozatuk. A vörös csillagos sapka jelvény helyén műanyag kosú feltűzött kokárda. Áhítattal nézem őket. Maléter Pál katonái. Hátrép, kettejük között egy civil, karján nemzetőrszalag. Odaadom mindenem, összes kincseimet, kenyeret, sajtott szardiniát, negyedruc téli szalámit, hat darab piros almát. A kormány mögött ülő katona kabátúja hajtókájával elgondolkodva fényesgeti az egyiket. Fölemeli és nézegeti mintha eltörölgetett üvegpohár volna. Behunja szemét. Fél álomban emeli szájához az almát. Két hersegő harapás közt felriad. Mutatja, mintha végig csupa figyelem volna. Oda szól a bajtársának, aki pisztolyán babrál. Vigyázz, most már csőre van töltve. A civil térképet böngész. Olyan, mint Károly bácsi. Ugyanaz a hullámos haj, dióbarna szem de az övénél fényesebben csillog, lázasan, 56 fokos lázban ég. Látszik rajta, hogy már őrző angyala is lemondott róla. Forduljunk vissza, s a gépuskát állítsuk fel a csendilapadlásán. A Budakeszin átpestre Pestre tartó orosz gépkocsi onnan hatásosan meg tudjuk zavarni, mondja. A kártyavető javasasszony is elszontyulodna. Ma meg fog halni, társaival együtt visszafordulnak és elrobognak a mocsnek, majd tovább Budakeszi úton Pest felé, a menekülés irányával szemben. Három civil jön, ők a centrálét keresik. A magas feszültségű vezetékek mentén, pontosabban alatt akarnak hazajutni Tatabányára. Ha a centrálé Lanovka volna, csak függőszékekbe kellene ülniük. Fegyvereiket a portán hagyják. Egy szuronyos puska, és két dobtáros géppisztoly támaszkodik a falnak. Az egyikből hiányzik a tár. A szurony visszahajtva a puskacsőre. Ki tudja, használták-e őket egyáltalán. Vidd ezeket a zócskavasakat hátra, s dobd a gipszködörbe, István, kér meg Náglár bácsi. Békesebb időkben erős Jánosról beszélt, aki mindig megvédi a gyengébbeket. Akkor bennünket, magyarokat, vagy alaposan félreismert, vagy csúnyán cserben hagyott. A fegyverekkel körbeaggatva támolygó végig az erdei úton, az igazgatói gunnoki személyzet is lakások mentén és a teniszpályák mellett. A távolságot magam mögé taposva furamód nem nehezebbnek, hanem mind könnyebbnek érzem a puskákat. Pár lépés választ el a gipszködörtől. Körötte több méteres sávban minden bágyodtan fehér mint amikor halállal álmodik az ember. Megállok a peremén. Csak nem tele a gödör. Ide dobálják a betegekről vagy halottakról levágott gipszeket, gipszágyakat, gipscsizmákat, használhatatlan művégtagokat. Csupa mocorgás, lüktetés, hörgés, zihálás, nyikorgás, minden. Karok, lábak, hátak, melkasok, csípők, nyakak, fejek, lenyomatai a roncsolt ember emlékművei az élet és a halál út kereszteződésében, a legkülönbözőbb végtagok, karok, lábak, rögzítő tartozékaikkal, harisnyakötőszerű és színű szíjazataikkal, és vicsorgó protézisek, Budapest, ködörbe préselt hullahegyei, amelyekről a felkelők beszéltek délelőtt, szemfedőként rájuk terítve Magyarország közigazgatási térképe, talán a sarkában villító rákosi címer miatt hányták oda. Kisebb betűkkel egymás alatt, oroszul, angolul, franciául, németül megismételve. Magyarország, Vengria, Hungary, Hongri, Ungarn.